Fél órával későbbre állítja a hivatalos időt Észak-Korea, hogy ismét ugyanannyi legyen az idő, mint Dél-Koreában. Dél-Korea szintén tett gesztust a közeledésre. Leszerelik azokat a hangszórókat a határól, amelyekkel az északiaknak sugároztak propagandaanyagokat. Hírek, popzene és az észak-koreai rezsim kritikája hallható a két Korea közötti vidéken. A hangszórókat Szöul szerelte fel a határa, hogy így próbálja meg a valóságról tájékoztatni a diktatúrában élőket. A hadsereg azonban most bejelentette, leszerelik a hangszórókat. Ezzel a lépéssel is a Pan Minjoni nyilatkozatnak akarunk eleget tenni, amely alapján fel kell függeszteni minden ellenséges akciót. Ebbe beletartoznak a hangszórók és a szórólapok is, amelyeket a demilitarizált övezetben terjesztünk, mondta a dél-koreai védelmi minisztérium szóvivője. A hadsereg május 1-én lát majd hozzá a hangszórók leszereléséhez. A két ország vezetői a múlt héten tartottak történelmi csúcstalálkozót, ahol a koreai háború formális befejezéséről is megállapodtak. Azóta mindkét fél valós lépésekkel igyekszik javítani a kapcsolatokon. Észak-Korea most azt jelentette be, átállítják az órákat, hogy ismét ugyanannyi legyen az idő, mint Dél-Koreában. Kedves és tisztelt vezetőnk azt mondta, fájdalmas volt látni kétféle órát a falon a csúcs találkozó közben, ezért felvetette, hogy egységesítsék az időt, jelentette be az állami televízió hírolvasója. Fenyán 2015-ben döntött arról, hogy a hivatalos időt fél órával visszaállítja, hogy ezzel is levetkőzze a japán gyarmati múltat. A félszigeten használt időzónát ugyanis még 1945 előtt állapították meg, az órákat május 5-én állítják majd át.